Kutatók nyomában. Kutatók nyomában. Kutatók nyomában. Kutatók, múzeumok, rejtélyek. Műsorunk neves kutatók, évszázados kincseket rejtő múzeumok és titokzatos történetek nyomába ered a tudomány segítségével. Hőseink sírjai, melyek mesélnek a magyarok eredetéről. Antropológusok a hiteles történelem szolgálatában. Piramisok, múmiák, rejtélyes kincsek. Magyar kutatók Egyiptom földjén. Semmelweis Ignácnak az anyák megmentőjének rejtélyes halála. Tudomány gyerekszemmel. Izgalmas biológia óra az iskolán kívül a Magyar Természettudományi Múzeumban. A Kowalski meg a Vega frontemberével a Váci múmiák is a kutatók nyomában. Cseppe nyugati végpontja a Kárpát-medence. Az itt élő magyarság biológiai értelemben több gyökerű. Hunok, avarok, magyarok. Napkeleti népek, lovas nomádok. Sírok, temetők, maradványok. Csontok, melyek a Magyar Természettudományi Múzeum embertani tárának gyűjteményét gazdagítják, ahol antropológusok vizsgálják a több ezer egyént. Az avartemetőkkel áll legjobban a tudomány, abból sok száz van, nagyon nagyok is vannak, több ezer sírosok is. Több mint 50 ezerre satszolják a kutatók a Kárpát-medencéből előkerült avar kori síroknak a számát, és a honfoglaló időszakból, a 10. századból is több száz sírra rendelkezik a régészet. A múzeumban több mint 50 ezer embernek a maradványai találhatóak. Hogyha leszűkítjük ezt erre a kérdéses időszakra, akkor is elmondhatjuk, hogy kb. 15 ezer egyének a csontja, azok biztosan ebből a három időszakból származnak. Az antropológiai vizsgálatok több tévképzetet is eloszlattak a honfoglalókról. Korábban kifejezetten alacsonynak gondolták őket, pedig a csontozatuk alapján az átlagos termetük felülmúlta a római vagy avar időszakra jellemző magasságot. Szintén régi tévhit, hogy a Kárpát-medencébe érkező honfoglaló magyarok szinte csak férfiak voltak, akik ezért a helyi nők közül választottak feleséget. Ezzel szemben a honfoglaló temetőkből feltárt nők és férfiak egymásnak megfeleltethető embertani arculatot mutattak, vagyis egyazon népesség köréből kerültek ki. Férfi vagy nő? Hány évesen hunytak el? Milyen volt a termetük? Lóháton, íjászattal töltötték napjaikat? A harcok során milyen sérüléseket szenvedtek? Csontok, melyek szavak nélkül is beszélnek. A homlokon van egy előreugró, kiugró rész, ez glabellának nevezi a tudomány, ez a férfiakra jellemzőbb. A nőknél ugyanakkor mondjuk a homlok az dudorosabb általánosságban, a férfiaknak erőteljesebbek a rágóizmai, ez is nyomot hagy a arckoponyán is, illetve az állkapcson is. Az állkapocs szeglet, az állkapocsnak a csúcsa, ez férfiaknál erőteljesebb, nőknél inkább lekerekített,
és hasonló jellegzetességeket lehet megfigyelni az egész csontvázon. Talán ezek közül a medence a legkiemelkedőbb fontosságú, hiszen a nők medencéje az a szülésre készül fel, ezért szélesebb, tulajdonképpen egyes jellegzetességei azok ívesebbek, míg a férfiaknak keskenyebb, magasabb medencéjük van. Ezeket a jellegzetességeket, hogyha együttesen vizsgáljuk, akkor egy olyan 95%-os bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy férfitől vagy nőtől származik az a csontmaradvány. Tradíciók emléke őseink koponyáján. Sebészeti és jelképes treponálás. A honfoglaló magyaroknál a sebészi koponyalékelést a harci sérülések gyógyításának egyfajta módjaként alkalmazták. Azonban a treponálás többségében a pogány hiedelmek szülte eljárás. Antropológusok, régészek, genetikusok, történészek, nyelvészek. Kutatók, akik segítenek, hogy megismerjük a magyar nép eredetét a tudomány segítségével. A Magyar Nemzeti Múzeum antropológusa vagyok. Egyiptomban dolgoztam, Luxor mellett, az ókori Théba területén. Az El Huhadom déli lejtőjén dolgozunk, a TT-184-es sír körzetében. Az ásatáson előkerülnek emberi maradványok, mint múmiák, de csontok is, kerámiák, ékszerek, sokszor kosarak, szövetek, töredékeit is megtaláljuk. A királyok völgyéhez közel található domb az Óbirodalomtól kezdve az Újbirodalomig használatban volt, mint temetkezési hely. Főleg a fáraó közvetlen kiszolgálóit, hivatalnokait temették ide. Évezredek alatt szövevényes hálózat alakult ki. A sírok egymásba nyíltak, volt amelyiket újrahasznosították, sőt a kutatók kisebb piramisokat is találtak. Egy idő után azonban a domb megszűnt, mint temetkezési hely. Családok költöztek a sírokba, és otthonná alakították azokat. A koptok jönnek erre a területre, ők is elég sok rongálást végeznek, majd a mai araboknak az ősei telepednek le a környéken, és ezen a területen elkezdenek élni. A sírokat is részben lakhelyül, vagy a házuknak a kibővített részeként használták, például istállónak, vagy éléskamrának, vagy konyhának. Az egyik sír, amit feltártunk, ez a Szenéker sírja volt. Itt például egy ház volt hozzáépítve a sírnak az egykori bejáratához. Magában a sziklában vájt teremben pedig a néni, aki ebben a házban élt, ott tartotta a takarmányt, illetve az állatok ellátáshoz szükséges eszközöket, illetve volt egy kisebb konyha rész is ott kialakítva, ami a füsttől teljesen fekete kormossá vált. Már az ókorban is fosztogatták a sírokat. Feljegyzések örökítették meg, hogy ez annak idején is súlyos vétségnek számított, mert halálbüntetéssel lakolt a kincsre éhes vétkes. Az idők folyamán azonban a földrengéseknek és egyéb természeti tényezőknek köszönhetően ezek a sírok betemetődtek, így maradhattak meg a leletek az utókornak. A kutatók azonban a felszínen is rábukkantak egy-egy csontra, vagy éppen múmiára. Innen lett begyűjtve az a pár csont, ami egy 55 év körüli nőhöz tartozott, és ez a csont egy vele született arányos törpeségnek a nyomait mutatta. Ez az idős nő életében elért testmagasság mindössze 135 cm volt, és ehhez a betegséghez hozzájárul egy nagyon súlyos ízületi, degeneratív elváltozás is. Amikor senki sem tartózkodik itt, akkor egyiptomi őrök vigyázzák a sírokat.
Amikor pedig folyik a munka, akkor jelen van egy egyiptomi régészeti felügyelő, aki a szakemberek minden mozdulatát árgus szemmel figyeli. Az egyik nagyon megrendítő egyén, akit találtam, az egy fiatal lánynak a múmiája. Ez a fiatal lány igazából nem is múmia volt már, mert úgynevezett száraz múmia volt, tehát csak a csontjait találtuk meg a gyolcsban. Viszont a csontokon egy nagyon súlyos betegség nyomait lehetett meglátni. Gyermekbénulásban szenvedett valószínűleg, ami kora gyermekkorától kezdve valószínűleg befolyással volt a növekedésére és az életére. Az utolsó éveit biztos, hogy fekvő helyzetben kellett töltenie. Ennek ellenére ugyanúgy megkapta azt a szertartást, ami a nemesi származású embereknek jár. Itthon is, akár egy kiállításban, vagy egy könyvformájában találkozom ezzel a világgal, akkor ugyanaz ragad el, mint ott a helyszínen. Amikor eljövök Egyiptomból, akkor mindig azt remélem, hogy újra visszatérhetek, és mindig azt érzem, hogy egy részemet ott hagyom. Az 1800-as évek közepe. Édesanyák ezrei halnak meg gyermekágyi láz következtében. A halál oka vérmérgezés. Előidézői legtöbb esetben maguk az orvosok, akik a hullák boncolása után közvetlenül vizsgálják a szülőnőket. Semmelweis Ignác tudni akarja az okot. Keresi, kutatja a megoldást, majd meg is találja azt. Alapos klóros vagy klórmeszes kézmosással megelőzhető lenne a fertőzés. Igazáért küzd, harcol, élete végé. Felfedezését azonban sokan nem követik, elutasítják, így a tudatlanság tovább gyilkol. Két női klinika működött abban az időben, minden paraméterük megegyezett, mégis az egyikben a halálozási ráta sokszorosa volt a másikénak. És ő egyetlen egy különbséget fedezett fel, hogy az egyik helyen a szülő utakkal kontaktusba kerülő orvosok boncolást végeztek, a másik esetben, a másik klinika esetében pedig az ápolónők, a bábák nem vettek részt a boncolásokon. És amikor Koleska tanár vérmérgezésben meghalt, és elolvasta a boncolási leletét, ugyanazokat elváltozásokat fedezte fel, mint amelyet ő olyan sokszor látott az elveszített anyákon és az elveszített kisdedeken. És ő észrevette a párhuzamokat, nagyon pontosan felmérte, és a statisztika módszerével ez bizonyította is. Volt olyan hónap, amikor majdnem 30%-os volt az anyák elhalálozása, és amikor ő Pestre jött, és a Rókus kórházban bevezette a klórmeszes kézmosást, és ezt nagyon szigorúan be is tartatta a kollégákkal, akkor tulajdonképpen ilyen 1%-os eredményeket is produkálni tudtak, ami szinte hihetetlen volt abban a korban. Olyan nagy nevű orvosok, mint például Firchow, nem értettek egyet Semmelweissal, tehát a meglévő rendet kellett volna neki megbontani ahhoz, hogy őt elfogadják és elhiggyék azt, amit mond. 1862-től változás áll be Semmelweis viselkedésében, amikor is egyre vehemensebben támadja kritikusait és ellenfeleit. 1865-től pedig egyre gyakoribb dükitörések jellemzik. Barátai és családja úgy döntenek, hogy Bécsbe szállítják egy elmegyógyintézetbe, ahol megverik, amiben néhány nap múlva belehal. A boncolás, amit elvégeznek rajta, azt állja föl, hogy Semmelweis gyakorlatilag vérmérgezésben halt meg, amelyet az elszenvedett sérüléseknek a hatására alakult ki a testében. Mára azonban tudjuk Benedek István professzor kutatásaiból, hogy Semmelweis egy harmadik fázisú szifiliszben szenvedett, amely paralízis progresszívában konkludált.
Ez a betegséget valamikor még a 40-es években szerezte, a paralízis látszott egyre hanyagabb tartásán, egyre kusszább kézírásán, egyre rosszabb mozgásán, és egyre akadozott beszédén is. A paralízis mindenképpen elvitte volna Semmelweist tulajdonképpen 65-nek a szeptemberére, azonban konkrétan a szepszisben halt meg. Semmelweis Ignácot először a Bécs melletti Schmelz temetőjében temetik el, majd többször kihantolják és újra temetik. Míg 1963-ban szülőházába, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kertjébe helyezik végső nyugalomra. Ezt megelőzően azonban Bartucz Lajos antropológus vezetésével felnyitják a majd 100 éve zárt fémkoporsót. Az exhumálást követően egy 142 cm-es, tehát egy igazából nagyon picike fémládát szállítottak az Egyetem Emberi Intézetébe, ahol azonnal nekiálltak azt kinyitni. Egy óráig tartó nyiszatolás, vágás után sikerült a külső borító koporsót kinyitni. És a legnagyobb meglepetés akkor érte őket, amikor kiderült, hogy ebben a fémládában van egy másik, valamivel kisebb, kicsit összelapított fémláda is. Amikor ezt a ládát is kinyitották, akkor jött a következő meglepetés, mert a láda közepén, a felső végénél egy felfűrészelt koponya volt található, ráhelyezett felső lefűrészelt koponyadarabbal, illetve az állkapocssal. Ábrázolások és fotók Semmelweis Ignácról. Mindegyik művészi alkotás, az orvos professzor portréjának esztétikai megfogalmazásai. Bartucz Lajos antropológus az utolsó kihantolás után az eredeti koponyáról másolatot készített, amelynek alapján a tudomány megmutatja, hogy milyen lehetett Semmelweis igazi arca. A kutatók azt vették észre, akik az életrajzával foglalkoztak, hogy élete utolsó 3 évében készült fényképeken meglehetősen gyors öregedés jelei láthatók. És ezt a vélelmezett betegségével, vagy betegségeivel hozták összefüggésbe. Két dologra voltunk kíváncsiak az arcrekonstrukció készítés során. Egyrészt az elkészült arcrekonstrukciót a fényképpel összevetve a morfológiai hasonlóságok ellenőrzésére, hiszen ez nagyon ritka lehetőség történeti arcrekonstrukciók esetében. És ez egy kiváló lehetőség, amikor egy ismert személyt rekonstruálhatunk. A másik pedig, mi a rekonstrukció készítés során nem vettük figyelembe a betegségeket, hiszen ezek nem hagytak lenyomatot a csontokon, kifejezetten a morfológiai összefüggésekre koncentráltunk, és azt így aztán azt ábrázoltuk, hogy hogy nézett volna ki Semmelweis, mint egészséges, érett férfi ember. Betegségek, romlás, öregedés, túlzott korai öregedés nélkül. Az az arc, amelyet a tudomány Semmelweisről alkotott, a koponyához leginkább illeszkedő arcot reprodukálta. Nem a 40-es éveiben rohamos gyorsasággal öregedő férfi arcát, hanem azt az arcot, ahogyan a fiatal 40-es férfi kinézhetett volna, ha nem támadja meg szervezetét a betegség. A kép, amit látunk, az antropológia mai eszköztárával történő kísérlet a lehetetlen megvalósítása. A Magyar Természettudományi Múzeum lépcsőjén nyüzsgő gyerekcsapat érkezik Dunavarsányból, akik között minden bizonnyal már ott vannak a jövő biológusai, elszánt kutatói, vagy épp felfedezésekre vágyó természettudósai. Ám hogy ezt ők is felismerjék magukban, abban a következő másfél órás program lehet a segítségükre. Az izgalmasnak ígérkező előadás már a múzeum folyosóinál kezdődik. Szerinted ez a kígyó élt valaha, igazi? Vagy pedig műanyagból csinálták, csak hasonlít az eredetire?
kolléga úr azt mondta, hogy műanyagból csinálták, ki az, aki egyetért vele? Ki az, aki szerint élt valaha ez a kígyó? Mi nyertünk, úgy hívják manapság, hogy kockás piton. Az 5 méteres preparált óriás kígyó látványa azonban csak az első meglepetés volt a gyerekek számára. A természet búvárteremben ugyanis jó néhány olyan tárgyat vehettek a kezükbe a nebulók, amelyekkel még biztosan nem találkozhattak eddigi életük során. Vannak olyan különleges tárgyak itt a teremben, amelyek hivatalosan valamelyik gyűjteménynek a leltárkönyvében szerepelnek, de a legtöbb tárgy azért került ide, mert fontos adatok hiányoznak velük kapcsolatban, és a kutatók számára azok kevésbé értékesek. Ez a hatalmas méretű csont, amit éppen kézről kézre adnak körbe a gyerekek, egy válna óriási nyelvcsontja. És képzeljék, még csak nem is ez volt az egyetlen olyan érdekesség, amit a bálnákról megtudhattak az iskolások. Ez a szila. A bálnának nincsen foga, ezért ezzel szívja fel a planktonokat, meg a kis shrimpeket. Az előadást vezető múzeumpedagógus Kispál István szerint nagyon fontos, hogy egy ilyen iskolán kívüli előadás az első perctől kezdve az utolsóig lekösse a gyerekeket. Az efféle múzeumi programon való részvétel kiváló lehetőség arra, hogy az okostelefonok és internetes közösségi oldalak világába született gyerekek érdeklődését is felkeltse a természettudományok, vagy éppen a kutatói hivatás iránt. Jó néhányan dolgoznak a múzeumban olyan kutatók, akik annak idején, még ahol, amikor máshol voltunk, látogatóként rengetegszer jártak a múzeumban, illetve szakkörön is részt vettek. Ma is van természetbúvár szakkörünk. A természettudományos tematika nem csak a fiúkat kötötte le, hanem az osztály lányai is kifejezetten érdekesnek találták azt. Nekem mikor meg lehetett fogni az állatokat és az ásványokat, így meg lehetett nézni. Nekem az is már, hogy nagyon jól így megmutatták, hogy mi hogy van, meg lehetett fogni. Nekem a kedvencem az elején a bálna csontváz volt. Igen, ez jó volt. Hát igen, elfogadnám mindegyiket, csak hát nem férne el. A múzeum természetbúvár termébe várják a kicsiket és nagyokat is, hogy bátran vizsgálódjanak, szimatoljanak, vagy éppen szelfizzenek egy óriási barna medvével, ha éppen egy kivételes természetismeret órára vágynak. Ágas vizeken ellevezel, haragos a felszín hulláma majd betemet. Ítéljen a föld, s az ember halkan, éli báb mind, amit majd a síron betakar. A magyar rockzene legismertebb énekese 2003-ban alapította zenekarát. Ez az év nagy jelentőséggel bírt, hiszen ekkor kötötte össze életét Valcsival. 4 gyermekük született: Levente, Zente, Keve és Szófia. A Magyar Természettudományi Múzeumba a 2 középső fiút hozták, akik már nagyon várták ezt a napot, hiszen egy igazi múmia szakértővel találkozhattak. Gyertek velem, egy titkos helyre elvezetlek benneteket, ahova látogató nem jöhet, a múmiák közé. Rendben? Rendben. Bevallom őszintén, én még nem jártam a Természettudományi Múzeumban, de most egy egészen különleges lehetőség okán vagyunk itt. Ez a titokzatosság önmagában már persze, hogy felkelti a gyermeki elmét is. Ide megmutatom nektek a Váci múmiákat. Hallottatok már a Váci múmiákról valamit? Én úgy hallottam, hogy egész nagy számú múmiát találtatok. Bizony Kova jól tájékozott, hiszen Vácott 265 múmiát találtak a dominikánusok altemplomában.
mindegyik természetes úton mumifikálódott a kripta mikroklímájának és a koporsók alját borító fenyőforgácsnak köszönhetően. Ő fiú vagy lány? Ő nő volt, Sándor Terézia a neve, apáca nő volt, apácák azok nők voltak, a férfiakat szerzetesnek hívták. A történetét az feljegyzésekből, vagy adott esetben a leletnek a környezetéből lehetett tudni? A koporsókon megőrződtek a nevek, ahol rá volt írva, hogy kit temettek az adott koporsóba. A halotti anyakönyvek, keresztelési anyakönyvek, házassági anyakönyvek további információval szolgáltak, és utána ehhez hozzáadtuk azt a kutatómunkát, amit végeztünk, és így szépen teljesen kikerekedett az ő élettörténete. A ruhája az eredeti ruhája, amiben eltemették? A ruha az az eredetinek a pontos rekonstrukciója. A kiállításon, ha beszélünk a mumiáról, elmondjuk a nevét, a történetüket, akkor mindig felöltöztetjük őket, nem szeretjük ruhátlanul kiállítani. Tudjuk a korát esetleg? Igen, a koporson megőröződött az, hogy hány éves volt, amikor meghalt és eltemették. Róla tudjuk, hogy 38 éves volt. Mert van nézve a szája? Nagyon jó kérdés. A halál után elernyednek az izmok, akkor a száj kinyílik. Ezért szokták egy kötővel, egy állkötővel felkötni az állát a halottaknak. Ő az egyik legfiatalabb múmiánk. Itt egy 2,5 éves kislányt láthattok, Orlovics Katalin. Nagyon szomorú története van a családnak, mert mind a 6 gyermekük kora kisgyermekkorban meghalt. A 18. században magas volt a csecsemőhalandóság, azért, mert még nem voltak gyógyszerek, nem volt antibiotikum, nem voltak oltások, az orvostudomány még gyerekcipőben járt. És ezért nem tudtak segíteni a kis beteg gyerekeken. Hogy ha oltást kaptok, és a doktornéni közelít felétek a injekcióval, akkor lehet, hogy egy kicsit fáj, de gondoljatok arra, hogy ezek az oltások mentik meg a gyermekek életét. Hogyan kerültek el? Mikor 1993-94-ben a templomot felújították, akkor az egyik fala a harangtoronynak olyan furcsán üregesen kongott. Kiverték onnan a téglákat, és találtak egy lefele vezető lépcsőt. Amikor pedig leértek, látták, hogy tel is tele a kripta festett koporsóval. Izgalmas volt nem csak a múmiáknak a meglátogatása, hanem a teljes múzeum körbe látogatása. Az embereknek úgy van a fejében, hogy kicsi poros gyűjtemények, unalmas tárháza, de ez nagyon sokat változott, hiszen egészen elképesztő és lenyűgöző gyűjtemények és nagyon magával ragadó körülmények fogadják az embert a múzeumokban.